Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a választ megadja ez a kártya. Itt egy utazásról van szó. Ha ő messze van tőled, akkor szeretné azt, ha te meglátogatnád őt, vagy fordítva, hogy ő szeretne meglátogatni téged. Lesz egy utazás. Ez az utazás jelenthet egy közös nyaralást is, és ez az ő gondolata, ezt ő tervezi. Amit az utazás, tehát ez a kártya még jelenthet, ezek a változások. Ő így a jövőbe tekint felülről, vannak tervek, szeretne valamit változtatni a környezetében. Ez lehet egy költözködés is. És itt a 10-es számaképen jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Visszatérve az utazásra, ez lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat, egy telepátikus kapcsolat kettőtök között. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Itt látható egy találkozás. Ez az ő vágya, ez az ő elképzelése, hiszen látni akar téged. Azt is jelentheti a kártya, hogy ő úgy érzi, hogy te szeretnél vele találkozni. A 4-es szám jelenti a biztonság érzetét. Itt megvannak az alapok, és lesz egy találkozás. Ezt ő érzi is. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni az ő lépései irányodba. Itt látható, hogy vannak elképzelések a részedről, és ő szeretné bebizonyítani magát, hogy minden úgy alakul majd, ahogy te ezt elképzeled. Itt ez a szám jelenti a párkapcsolatot, de utal még kicsit bizonytalanságokra. A következő kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható az ő gondolata. Ő gondol rád. Tudja, hogy vannak nálad elképzelések. Az is lehet, hogy úgy érzi, úgy gondolja, hogy szeretnél vele nyaralni, találkozni akar veled, és ezt ő szeretné megvalósítani. A szám az azt jelenti itt felül, hogy ő cselekszik, vannak itt még emlékek a múltból, vannak álmok, elképzelések, és ez ugyanaz, ahogy ő ezt gondolja. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!